Légi közlekedési konferencia zajlik Kolozsváron. A Kincsesváros harmadik alkalommal ad otthont az Aviation Eventnek. A konferencián a reptereket és a légi közlekedést érintő legfontosabb kérdésekre keresik a választ. Harmadik alkalommal szervezik meg Kolozsváron az Aviation Event légi közlekedési nemzetközi konferenciát. Ezt megelőzve tartottak sajtótájékoztatót a kolozsvári nemzetközi repülőtéren, amelyen részt vettek a konferencia meghívottjai is, így többnyire az esemény előszobájaként szolgált, amelyen a helyi repülőteret mutatták be a vendégeknek. David Csicsió reptérigazgató a sajtómunkatársainak azt nyilatkozta, évről évre egyre népszerűbb a konferencia, egyre többen ellátogatnak rá a világ különböző pontjaiból. Ez az esemény nagyon sokat fejlődött, európai és nemzetközi szinten is ismertté vált. Az összes romániai repülőtér képviselői és vezetői részt vesznek rajta, így lehetőségünk nyílik arra, hogy megosszuk egymással a tapasztalatainkat. Hozzátette, a konferencián terítékre kerül számos téma, többek között a repülőgépek hiánya a piacon, a versenyképesség növekedése, illetve számos technikai kérdés. A sajtótájékoztatón szó esett a március végi schengeni csatlakozásról is. David Csicsió elmondta, fel vannak készülve a változásra, viszont a reptér felújítási munkálatai továbbra is tartanak, így az ideiglenes konténerekben biztosítják majd a szükséges körülményeket. Hozzátette, a kibővített terminál felosztása és ennek forgalmának 70%-a Schengen övezeti, 30%-a pedig a Schengen övezeten kívüli.